És még ez vár ránk. Hú-hú. Annyira nagy a gaz, a növényzet, hogy nem látni semmit. Esetleg valami épületet. Mint egy arborétum olyan. Vadetető. Mik vannak itt? Ja. Remélem nem a medvét etetik. Aha. Igen, jó, belakadtam valami. Itt valami volt. De nem nagyon használják ezt a vadetetőt, mert hát mondjuk már nem is kell. Házikóra bukkantunk. Igen, hol a bejárat? Ez lenne az itt elől? Ott is van egy, vagy ott van egy ajtó. Igen, ez a bejárat. Ezt most nem kommentálom. Na, én itt most bemegyek. Aj, de most bemegyek. Na, akkor most a farkas bémegy a tyúkolba. Te meg haver, el ne mozdulj innen, és ha valami járkálás van, verjél hármat az ajtóra. Na. Ja, igen, csak innen oda nincs csatlakozás. Hát ezért mi lehetett? Hú, leszakadt az egész fal. De lehet, hogy itt lesz, igen. Hát, hogy mire szolgált ez az épület, azt nem tudom. Valószínűleg itt álltak be, rakottak, pakoltak, autóval álltak be. Kémény. Az ott mi? És micsoda kis bolti íves. Itt ez a kis megoldás. Nézd csak! Mint ha valami moziterem, neki ilyen a... Benne voltam pont. Valami tiszticus lehetett, ez az is lehet, hogy itt vetítettek nekik. Itt van egy kis kézmosó. Szerű. Na, aki tudja, hogy mi volt ez az épület, az kommentelje alá, nem bírunk rájönni. Nagy ajtó, de autó nem fér be. Csak talán, nem tudom. Egy trafóház lenne? Igen, annak. És itt is van valami. Hát, nézzük meg ezt először, vagy nézem meg ezt először. Na, szóval, valószínűleg ez valami étterem lehetett.
vagy valami ilyesmi. És érdekes módon nincs annyira gatya állapotban, mint a többi. Valahogy ez megmaradt. Húzta mindent. Kazánház. Itt voltak a kazánok. Na mindjárt lemegyünk. Vízi. Ha leesel, akkor le leszel esve. Megjött a toronymászó. Hát számold meg a téglákat, mérjél le egyet, számold bele a fugát, és akkor... Igen, az is megoldás. Szaporodás. Be lehetett látni mindent? Ott még ahol volt, hogy az előzőben még mögötte van egy csörültetős. Vigyázz. Megnézzük. Ez garázsnak néz ki, de viszont itt nincs előtte plac. Hogy álltak? Miért olyan? Émá. Ez csak émá. Innen. Nézd csak, ezető. Azt a mindenit. Új, mennyi madár.
Figyelj, ez csigulintó. Figyelj, figyelj, figyelj! Valami műhely. De mi van ott a végébe? Hát ott szerintem... Guano? Szegény madárka, nem akarunk bántani. Ez meg ez az lesz. Ez az állat a partágban. Hát most akkor mi? Mi? Hűrészpont? Nem, ez valami raktáron használhat, és valami... Ja, lehet. Nem is azt hittem, ilyen raktáron. Olajszag van, ez valami műhely, vagy nem tudom, mi lehetett. Castrol motorolaj. Aha, itt vannak ilyen, hát valamit itt ezek csináltak, használhatták itt ezt valami raktárnak, zsákok, valami mezőgazdasági cucc. Gyula. Nem tudom. Mi ez? 98 nap. 178 nap. Fekete Joli. Jocó. Kémény. A megmászott kémény. Hova vezethet ez az ösvény, hadi ösvény? Nézd csak! Valami van itt. Itt annyi almafa van, hemzseg az alma, hemzseg. Hemzseg a fákon, ezt nézzétek. Azt az Úristen! Ez valami eldugott cucit. Alma. Nem tudom, mi lehetett ez. Raktárnak kicsi. Villanyoszlop van. Na, aki magára ismer. 1989. 1980-82. 80-82. Ide vésték a katonák. Miskolc. Ide vésték a katonák. Az itt létük mementóját. Párszor át lett festve. Érdekes. Másik oldal is tele van. 79-81. Margó. Miskolc.
a célváros. Na, ki tudja, hogy mi volt ez, nem bírunk rájönni, valami fogdára tippelhetünk, vagy jobb hiány, az írjuk bele a kommentbe. Nem tudjuk, nem tudjuk. Csodák csodája, a kapu is nyitva van. Pont most jött egy őr vagy valaki. Hozzánk se szólt, úgyhogy semmi probléma. Na, fiúk, lányok, ennyi volt a Clementinai reptér. Körbejártuk, megnéztük, itt vagyunk a bejáratnál. Az autó is megvan, drukkoltunk, de megvan. Megnéztük, megmutattuk. Legközelebb a Balatoni út, és ott egy kis útbeszélés, illetve a Bringatornánk Attilával, akivel most itt bejártam ezt a lattanyát, tehát mi ketten leszünk azon is. Figyeljétek, mikor tesszük fel. Iratkozzatok fel. Sziasztok!